Almási Zsolt vagyok, és szeretettel üdvözöllek a Shakespeare daráló videócsatornáján. A mai videóban a világ egyik legértékesebb könyvéről közel 10 millió dollár fogok beszélni, mégpedig arról a kötetről, amelyben először jelentek meg összegyűjtve Shakespeare színdarabjai. Azaz a manapság első fóliónak nevezett gyűjteményes kiadásról. 2020. október első felében egy neves aukcióház, The Christie's, eladásra bocsájtotta Shakespeare első fóliójának egyik példányát, ami végül elképesztően magas áron, azaz 10 millió dollárért, mai árfolyamon hozzávetőlegesen 3 milliárd forintért kelt el. 3 milliárd forint egyetlen könyvért. Miért is értékes ennyire ez a könyv? Ennek szeretnék nyomába eredni. Mielőtt azonban magáról az értékéről beszélnék, először néhány szót szeretnék szólni arról, miért is első fólióként utal erre a kiadványra a Shakespeare tudomány. A sorszám első arra utal, hogy ez az első olyan gyűjteményes kiadása Shakespeare drámáinak, amely a teljességre törekszik, és persze jelzi, hogy létezik második, harmadik, sőt, negyedik is ebből a 17. századi sorozatból. A fólió szó a formátumra utal. Ez azt jelenti, hogy a fólió oldal esetében a nyomdai ívet egyszer hajtották félbe, és így kapták meg az oldalt. Míg például a kvartó vagy negyedrét kiadások esetében kétszer hajtották félbe a nyomdai ívet, és így az oldal mérete negyede lett az ívnek. Ebből következhetne, hogy a fólió méretet jelöl. De nem egészen igaz ez, ugyanis ebben az időben a nyomdai ívnek nem volt szabványos mérete, és ennél fogva a hajtásszám nem vezetett állandó oldalmérethez. Elképzelhető tehát, hogy egy fólió oldalmérete szerint majdnem megegyezett egy kvartó vagy negyedrét oldallal. Annak megállapítása, hogy egy könyv milyen formátumú, nem az oldal mérete az irányadó, tehát, hanem inkább a vízjelnek a könyvlapon történő elhelyezkedése. Ha az oldal közepén, akkor fólióformátum, ha a kötésnél, akkor kvartó vagy negyedrét kiadványról beszélünk. Na már most ebből a szempontból érdekes a lapmérete az első fóliónak, ugyanis 320 x 202 mm-es az oldal, ami azt jelenti, hogy a fólió oldalak között meglehetősen nagynak számít. Azaz ez a fólió kiadás extra nagy. De miért is a drágasága? Először is négy, egyszerűbb, magától értetődő oka van a drágaságnak. A könyvet régen 1623-ban adták ki 750 példányban, ami ebben az időben nagy példányszámnak számított. Ebből a 750 példányból viszont csak 235 létezéséről tudunk manapság, aminek nagy része könyvtárak tulajdonában van, kisebb része pedig magántulajdonban. Persze azt nem lehet pontosan tudni, hogy magánembereknél mennyi lappang, de nagy valószínűséggel nem túl sok. A mai drágaságot magyarázza másodszor, ma magyarázza másodszor, hogy a saját korában sem számított olcsó könyvnek, hiszen a legolcsóbb verzióban, azaz kötés nélkül, annyiba került, mint akkor körülbelül 45 kg kenyér. Ha átszámoljuk mai árakra, és egy 400 forintos átlagárra számolunk, akkor 18 ezer forintot kapunk. Persze akkor nagyobb ritkaságnak számított a könyv, és ezért nem egészen stimmel ez az átszámított ár, de azért nagyságrendileg mégis iránymutatást adhat. Persze azért azt is tudni kell, hogy 36 színdarab szövegét tartalmazza ez a kiadás, tehát egy hatalmas könyvről van szó. Azért csak 36, mert valószínűleg nem sikerült a Pelik, Periklés című színdarabnak a jogait megszerezni határidőig, és így ez már csak az 1632-es második fólió kiadásban fog a többi drámai művel együtt megjelenni. Hasonló a helyzet a 38. művel, a két nemes rokonnal, The Two Noble Kinsmennel, amit John Fletcherrel írt együtt különben Shakespeare. A 39. shakespeare Shakespearenek tulajdonított színdarab, a Cardinio pedig elveszett. És még egy 40 negyvenediket is meg kell említenünk, mégpedig a Mórusz Tamás története, The History of Thomas Moe című drámai alkotást, ami nem jelent meg ebben az időben nyomtatásban, csak sokkal később, viszont ami azért érdekes, mert fennmaradt a kézirata, és ennek egy kisebbik részét Shakespeare írta, egy nagyon kis részét, tehát ez a kiadvány azért érdekes, ez a 40. Shakespeare-nek is tulajdonítható darab, azért érdekes, hiszen itt a kézírásával is találkozunk. De ebben a kiadványban csak 36 színdarab jelent meg. És ha már itt tartunk, nagyon fontos, hogy bár Shakespeare életében már számos színdarabja önálló kötetben megjelent, de ebben a kiadásban 18 színdarab látott először nyomdafestéket. Például ekkor jelent meg ebben a kiadványban, jelent meg először a magbet is. Különlegessé teszi tehát a kiadást, hogy majdnem az életmű fele nem jutott volna el hozzánk ezen kiadvány nélkül. Negyedik érv pedig az, hogy Shakespeare manapság egy olyan kulturális ikon, hogy az első gyűjteményes kiadása a műveinek különleges csemegének számít a könyvpiacon. És ez nyilván az árában is kifejeződik. Az egyszerű magyarázatnál azonban, Érdemesebb tovább boncolgatni, miért is különleges ez a kiadvány. A szakirodalomban sokáig tartotta magát az a nézet, hogy két egymással szorosan összefüggő szempontból is mérföldkőnek számít ez a kiadvány. Először is azért, mert a gyűjteményes kiadvány az egyik legfontosabb kifejeződése annak, hogy a Shakespeare-i színműveknek elkezdődött a kanonizációjuk, azaz az irodalminak kikiáltott művek közé sorolásuk. Ezzel a szemponttal párhuzamos az a nézet is, mely szerint a kanonizáció egyik ismérve, hogy szép és drága kiadásban jelenik meg a gyűjtemény. Mintha a kiadók azt a nézetet osztották volna, hogy a szerző nevével fémjelezve egy nagyobb, drágább kötet is eladható lesz. A két nézet közül az elsőről azt gondolom, hogy még mindig megállja a helyét, míg a másodikról érdemesebb, árnyaltabb képet rajzolni. A kanonizáció kérdésköre két gondolat, a szerzőség és a műnem köré csoportosul. Egy gyűjteményes kötet azért jelenik meg, hogy a szerző műveit egy kötetben gyűjtse össze. A szerző neve ez esetben már nem csak reklám, persze az is, hanem egy életmű megalkotója is. Azaz megszületik az a szerző, akinek érdemes összegyűjteni a műveit egyetlen kötetbe. Az önálló szerző megteremtésének aktusa következik abból is, hogy ebben a kiadásban a szerző arcképe, amelyet Martin Drushout készített el, is részét képezi a műnek. A szerző így nem csak a drámákban megtestesülő munkássága révén létezik itt, hanem a kép által személyességében is. A kanonizáció, mint a szerző fogalmának eredője és következménye mindenképpen megjelenik tehát az első fólió kiadás tekintetében. A műnem jelentősége abban áll, hogy a reneszánsz Angliában a kortárs drámai művek nem tartoztak az irodalomhoz. A legeklatánsabb példa erre a mai napig létező oxfordi könyvtár a Bodleian Library alapítójának Thomas Bodlinek a kérése, hogy az általa finanszírozott könyvgyűjteménybe bármit meg lehetett vásárolni, kivéve kortárs drámákat. Az esztétikai kifogásokra még a puritán városatyák és szónokok dráma ellenessége is rásegített. A dráma tehát nem örvendett nagy népszerűségnek a korabeli kultúraformálók retorikájában. És amíg még az egyes színdarabok negyedrét kiadásban jelentek meg, ez az elképzelés rögzült is. A fóliókiadás azonban mérete és ezzel összefüggő bruttó magasabb ára azonban már egy magára valamit adó közönséget célzott meg, akik nem vettek volna ennyi pénzért kultúrszemetet. Ezáltal egyszerre a kortárs dráma irodalmi státuszra emelkedését is elősegítette a fóliókiadás. A kötszett szerkesztői John Hemmings és Henry Condell, akik egyébként ahhoz a király emberei nevű színtársulathoz tartoztak, amihez Shakespeare is, további lépéseket is tettek, hogy az irodalmi státusz felé tereljék kollégájuk drámáit. A klasszikus drámákhoz hasonlóan, ugyanis elkezdték a drámákat öt felvonásra osztani, ami nem követi valószínűleg Shakespeare elképzelését, aki ugyanis csak jelenetekben gondolkodott. Az ötfelvonásos szerkezet a magas kultúra részét képező görög és latin drámák könyvbeli megtestesüléseinek volt a jellemzője. Tehát amikor ezt a sémát kezdték alkalmazni Shakespeare drámai műveire, akkor nyilvánvalóan ezeknek a klasszikusoknak a szintjére próbálták emelni kollégái, kollégájuk színdarabjait. És mindezt a sémát latin szavakkal jelölték, azaz az első felvonást Actus Primusnak keresztelték. Persze hozzá kell tenni, hogy még csak elkezdték a sémát alkalmazni, ugyanis a drámák nagy rész részénél nem sikerült következetesen végigvinni ezt az elképzelést. A Hamlet példájú, például csak első felvonás első és második jeleneteire tagolódik. Bár a kivitelezés nem volt tökéletes, mégis a szándék nyilvánvaló. A kanonizációs folyamat ilyetén fordulatából azonban nem következik, hogy az első fólió esetében nagyon drága kiadványról lenne szó. A mai szakirodalom szükségszerű és gazdaságos kiadványként határozza meg az első fóliót. Ez az érvelés, arra alapoz, hogy így összegyűjtve sokkal olcsóbb volt megvenni az összes művet, mint egyenként kvartó kiadásban. Tehát a fólió tekinthető szükségszerű kényszermegoldásnak. A gazdaságos jelzőt pedig az indokolja, hogy a többi hasonló fólió kiadáshoz képest a két hasábos szedés, a kis betűméret, a keskeny margó, az üres oldalak hiánya mind arról árulkodnak, hogy a lehetőségekhez képest minél olcsóbra tervezték a kiadványt. Persze azért meglehetősen drága kiadványnak belőle saját korában is. A kötet tehát mindent összevetve könyv és kultúrtörténetileg egészen különleges. Hozzájárult Shakespearenek, mint önálló szerzőnek a megszületéséhez, Shakespeare drámai műveinek, és az akkori kortárs drámának irodalmi rangra emelkedéséhez, kevés van belőle, saját korában is bár a lehető legolcsóbb megoldásnak tűnt, mégis egészében véve sok pénzbe került, továbbá kevés példány maradt fenn belőle, és időközben Shakespeare kulturális ikonná vált. Vagyis minden adott, hogy manapság aukciókon az eladási ára a csillagos egekben legyen. Mielőtt megvenném azonban saját példányomat, félek tartanom kell még néhány előadás Shakespeare-ből, és biztos, hogy még megjelenik néhány videó a Shakespeare daráló csatornáján is addig. És ha már újabb videók, ha szeretnél értesülni az újabb videókról, kövesd a csatornát, kattints a harangikonra, ha tetszett a videó, lájkold, like fűz hozzá megjegyzéseket. Mindenek előtt azonban, Olvas Shakespeare-t, Nézd filmen és színházban.